Vérrel vannak tele ezek a kémcsövek. A képek még októberben készültek a Nyíregyházi Egyetemen. A hagyományos őszi véradó napokon több tucatnyian éltek a lehetőséggel és segítettek vérükkel. Ahogy azonban az év végén ők is inkább a vizsgáikkal vannak elfoglalva, úgy másokat is nehezen megszólítani ebben az időszakban. A Vöröskereszt ezért a vérellátó szolgálattal közösen minden lehetséges szálat megmozgat azért, hogy az ünnepek idején se alakuljon ki vérhiány. Azt nem tudhatjuk előre, hogy milyen vérigény vagy vérszükséglet merül föl az egészségügyben, és ehhez a gyógyulni vágyóknak a segítése ebben az időszakban is ugyanolyan fontos, tehát ezek nem maradhatnak el. Úgyhogy azok, akik tudnak jönni vért adni, vagy úgy gondolják, hogy nem ruhával, élelmiszerrel, vagy bármi mással segítenének a rászorulókon, a véradományozás az az adományozásnak a legszebb és legnemesebb formája, hiszen a saját testünkből adunk oda valamit másnak, ami semmi egyéb mással nem pótolható. Gurály Edina elmondása szerint a tavalyi decemberi véradások jól sikerültek szerte az országban, ezért idén is bíznak a segíteni vágyókban. Nekik nem csak karácsony előtt, az ünnepek alatt is lehetőségük lesz véradásra. Nekünk is lesz még 23-án is véradásunk, a két ünnep között is lesznek véradások, illetve a területi vérellátó szolgálathoz is el lehet menni, hogyha valakinek éppen arra visz az útja, és szán egy fél órát, órát az életéből arra, hogy másoknak segítsen, akkor ezt meg fogja tudni tenni. A véradás.hu weboldalon nyomon követhető hétről hétre, napról napra, hogy az országban, így a megyében is hol vannak véradások, ehhez bárki tud csatlakozni, aki egészséges, elmúlt 18 éves, a testsúlya meghaladja az 50 kg-ot, és segíteni szeretne másokon. Az önkéntesek 56 naponta adhatnak vért személyi igazolványuk, lakcím és tajkártyájuk felmutatásával. Méltán nevezhetjük őket hétköznapi hősöknek, nemes tettükkel három életet is megmenthetnek.